Aréna, kérdezze ön is a napvendégét! Tegye fel kérdését az Inforádio hírportálján a www.inforádió.hu per aréna oldalon, vagy írjon e-mailt az arénakukac.inforádió.hu címre. Aréna, a napvendége önnek válaszol. Az Aréna támogatója a Telenor, Hipernet, a sebesség új korszaka. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója Vitézi Dámid az aréna vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Jó estét önnek is köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó estét kívánok. Vezérigazgató lesz 16-án busztender eredményhirdetés, vagy nem lesz? A busztenderrel kapcsolatosan a helyzet a következőképp fest. 150 darab új autóbusz, 75 szóló, 75 csuklós eh, szolgáltatásvásárlás útján történő forgalombálítására írtunk ki tendert, tehát magyarul arra, amit már a BKK megalakulása után is egyből elkezdtünk megvalósítani, és amit ugye a Nemzetfővárosa programban is szerepel, hogy külső szolgáltatók is szerepet kapjanak a BKV mellett abban, hogy üzemeltessék a budapesti buszjáratokat. Erre részben azért van szükség, mert úgy gondoljuk, hogy hatékonyabban tudják megtenni, részben azért, mert a BKV annak köszönhetően, hogy 2003 és 2009 között működési hitelekből fizették még a béreket és a gázolajat is, már a hitelképtelenné lenné vált, és nem tud új buszokat leasingelni, már pedig új buszokra nagy szükség van. A BKK igazgatósága, amelyik ugye döntéshozó szerveben a kérdésben a közbeszerzési eljárást, lezáró döntését a, meghozta, ugye erről adtunk is ki sajtóközleményt, de azt mondtuk, hogy mivel érzékeljük azt, hogy vannak jelentős bizonytalanságok a megközlekedés finanszírozásában, ezért megadjuk a lehetőséget, sőt kérjük is az alapító fővárosi önkormányzatot, fővárosi közgyűlést arra, hogy foglaljon állást abban, hogy van-e, hogy megváltoztak-e annyira a körülmények, mióta megkötötte a BKK-val a 15 évre szóló szerződést a főváros, hogy esetleg nincsen már fedezet, vagy nincsen már szükség ezekre. És itt valóban egy politikai döntést kell majd meghozni a fővárosi közgyűlésnek. Ezt nyilván nem az én tisztem sem megerőlegezni, sem semmilyen irányba hogyan minősíteni. A szakmai döntést, hogy szükség van új buszokra, hogy a tender szabályos volt, és eredményes tud lenni, ezeket a szakma meghozta, és most politikai döntést kell hozni arról, hogy 2013-ban érkezenek új buszok, vagy nem, de nyilvánvalóan olyan nincsen, hogy új buszokat nem vásároljuk meg, tehát nem fizetjük ki, és egyébként valaki úgy üzemelteti őket, hogy az ne is legyen semmennyivel drágább, mint a mai üzem. Ami nagyon fontos, erre egy nagyon részletes elemző készült, egészen a mélyére lemenve a költségeknek, hogy a a, nagyon leegyszerűsítve, a régi ikaruszok, amik most közlekednek, 23-25 éves ikaruszok, évente 7,3 milliárd forintból üzemel ez a 150 darabnak megfelelő mennyiség. Hogyha ehelyett ez az, az, ebben a szolgáltatási tenderben új buszokat hoz a szolgáltató, az 8,2 be fog kerülni, tehát itt van egy kb. 1 milliárd forintos töbletköltség, viszont ha a régi ikaruszokat felújítjuk, és tovább üzemeltetjük még évekig, ami mi úgy hívunk belőle a BKK szakmai körében, ez a kubai modell, hogy ilyen 30 éves buszokat felújítunk, és évekig, évekig, évtizedekig közlekedhetjük, ez műszakilag nem racionális, akkor ez 8,5 milliárd forint lenne. Ha pedig a BKV venne új buszokat, és üzemeltetni a maga Hatalmas költségszintjén, naparátusával, illetve a nagyon drága hitel. Ha kapna hitelt, nem is biztos, hogy kapna, hiszen az elmúlt egy évben nem kapott állami garancia nélkül hitel. De ha esetleg kapna hitelt és venne buszokat, az pedig 9,5 milliárd forintba kerülne. Tehát egy milliárd a differencia. Így van. Tehát magyarul a régi buszok és az új buszok között egy milliárd a differencia, de a régi az egy fenntarthatatlan modell. Az, hogy nem újítjuk fel az ikaruszokat, nem csinálunk semmit, és ezek üzemelnek tovább, ez egy illúzió, ilyen verzió nincsen. A mai napom, most az aréna előtt utána néztem, hogy egész pontos legyek, 232 darab olyan busz van a BKV telephelyein, amely üzemképtelen, nincs forgalmi vizsgálja vagy más lejtéret, és ha nem újítjuk fel, akkor nem költünk rá jelentős pénzeket, akkor nem lesz üzemképes. Ez kisebb volt ez a szám egy éve, és ez folyamatosan nőni fog hiszen döntést kell hozni, vagy a régi ikaruszok üzemét konzerváljuk, amik nem alacsony padlósak, nem klimatizáltak, nem környezetbarátok, vagy új buszokat hozunk helyette. Ezzel együtt, amit a főpolgármester mond, hogy, hogy a pénzügyi jogi hátteret meg kell ezt teremteni, ez nyilvánvalóan igaz, és ebben hogy nem nincs köztünk nézetkülönbség. A, 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 kérdés az igazából abban rejlik, hogy, hogy ki hogyan, vár, milyen, kinek milyen várakozásai vannak a, a jövőre nézve éven túli kötelezettségvállások. Tehát, hogy több évre előre elköteleződünk, ilyenek egy ekkor, ilyen üzemben mindig vannak. A tömegközlekedésben nem lehet mindig csak az adott év költségvetési erejéig az adott évre elköteleződni. Hát például az Alston metrókra 2006-ban kötöttek szerződést, és a karbantartási költségei most jelentkeznek, és ezt ugye akkor megkötötték. Vagy hát nagyon sok ilyen példát tudok mondani, Egyes a négyes metró üzeme is nem ilyen. Másfajta kötelezettségvállalást kellene kötni a fővárosnak, ha a tender győztest hirdet, mint hogyha saját buszokat tákol? Hát mind a kettő egy jövőre néző kötelezettségvállalás. Igen, csak ugye itt ugye ahhoz, hogy valaki bármelyik szolgáltató is nyeri, nyer, egy ilyen tendert, ahhoz, hogy valaki a város helyett, ha úgy tetszik, megvegye a buszokat, befektesse rengeteg pénzt, fölvegyen hitelt, az az kell, hogy egy fix szerződést kapjon, mondjuk 8 évre, ez a szerződés ez 8 évre szólna, arra, hogy üzemeltesse az új autóbuszokat. És ez a jelenlegi feladatállátási szerződés a BKK-nak azt mondja, hogy mi ilyen típusú éventúli kötelezettségvállásokat a főváros kontójára nem, de a saját bevételeink, a jegybevételek terhére vállalhatunk. Ezen belül vagyunk. Jelenleg a fővárosnak igazából azt kell mérlegelnie, hogy 2013-ban a tömegközlekedést fön tudja -e tartani, mert ha igen, és a tömegközlekedés föntartását hogy mondjam, az, abban bízunk, hogy lesznek erre források. Nyilván a főváros nagyon nehéz helyzetben van, és most nem arról beszélek, hogy kevés a pénze, vagy eladósították korábban, ezek mindig azok persze, hanem arról, hogy átalakul a teljes önkormányzati rendszer, átalakulnak a feladatok, oktatás egyébként, nem látszik még pontosan, hogy mennyi pénzből gazdálkodik a főváros jövőre. Tehát nagyon nehéz úgy a jövőre nézve elköteleződni, hogy még azt se látjuk pontosan, hogy, hogy hogyan lesz finanszírozva a város. De a, a dilema azért nehéz, mert Viszont muszáj elköteleződni, 2013-ban nem lesz új busz, ha 2012-ben nem kötünk szerződést és nem rendeljük meg, ez mindig, ennek van egy átfutása, le kell gyártani, forgalomba kell legyen. tehát mindig muszáj az éven túl vállalni ilyen kötelezettségeket. De nem szeretném itt a hallgatókat ezekkel a jogi pénzügyi, hogy mondjam, különböző érvelésekkel untatni. A lényeg az az, hogy a szakmai döntés, hogy ezekre a buszokra szükség van, hogy a tender szabályos volt, ezek megszülettek az igazgatóságban, és most a fővárosi közgyűlésnek kell egy e, tulajdonosi politikai döntést meghoznia, vagy pro, vagy kontra. Jö, de ha jól értem, akkor szakmai érv az egyáltalán nem szól a mellett, hogy saját meglévő buszokat tákoljuk, mert az egy milliárddal kerülne kevesebbe és fenntarthatatlan. Na, a politikának még, még, nem? még, es, az kerül egy milliárddal kevesebbe, hogyha nem nyúlunk hozzá, ha megy, megy, ha, ha rájövök, akkor meg nem megy a busz. De az az kerül egy milliárdal keveresebb hogyha mai üzemet fenntartjuk, ha 232 mellé még száz oda megy az udvarra az jövői akkor százal kevesebb busz megy ki. Ez végképp fenntarthatatlan. Ha régi ikaruszokat felújítjuk, az ugyanannyiba kerül, vagy még egy picit többe is, mert azt azonnal rá kell költeni, mint hogyha ezeket az új buszokat forgalombállítjuk. Tehát, így van, ahogy mondja, a, a szakmai érva mellett nem szól, hogy... Hogy, hogy, ezeket a régi ikaruszokat forgalomba tartsuk, de én nem szeretném ezt, tehát itt, itt, azt nem gondolom, hogy bárki mondjuk a városvezetésben vagy a, vagy a felelős vezetők közül azt gondolná, hogy a régi ikaruszokat kell forgalomba tartani. Itt inkább arról van szó, hogy hogyan lehet ennek a megfelelő hátterét megteremteni, hogy az új buszokat forgalomba tudjuk mm -hmm. állítani. Akkor mostan mostani ismeretei szerint 16-án lesz eredményhirdetés, vagy nem lesz eredményhirdetés? Ha erre röviden kellene válaszolni. Mindenképpen a eredményhirdetés, és ezt a törvény előírja, ez a legvégső határidő. De egy a kérdés az az, hogy. Lehet azt mondani, hogy mégse? Hát ha a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, akkor lehet. Vagy ha ilyen alapítói döntést születik, akkor lehet. A Fővárosi Közgyűlés jövő hétfőn, 15-én, négy nappal az eredményhirdetés előtt fogja ezt a kérdést tárgyalni. Nyilvánvalóan, amilyen döntést a közgyűlés meghoz, az kötelező érvényű a, a BKK-ra nézve, hogyha egy alapítói döntés van, és ezt a törvények előírják, akkor ezt végre kell hajtanunk. A budapest közlekedési központ melyik verzióval számol? Hát a BKK most nem tud mással számolni, mm. mint hogy valahonnan a, valahogyan a közszolgáltatást fönn kell tartani. Tehát jelenleg a felénk a főváros érthető okokból is nagyon helyesen elvárja, hogy ott a megközlekedést jövőre megszervezzük. De az ezt a régi áldal... buszparkkal nem, nem lehet, többek között azért sem lehet, mert Jövőre indul az egyes villamos felújítása, arra Póton, több tudhat pótlóbusz kell, ami, ma, ami ugye ma nem közlekedik, tehát mindenképpen szükség lesz újabb járművekre. Mi szakmailag természetesen, ahogy, az, ahogy ezt a közleményben is jeleztük, amellett foglaltunk állást, és én ezt szakmailag így is tartom helyesnek hogy muszáj a buszparkot elkezdeni lecserélni. Azért nem szeretné most itt, hogy mondjam, nem szeretnék senkit azzal mutatni, hogy a múltban évedünk, de azért egy-két számot hagyd mondjak. A buszpark átlag életkora ma 18 év fölött van, ez az átlag életkor, és több mint 600 olyan buszunk van, ami öregebb, mint 20 éves. Jelenleg ez Európa Fővárosai közül messze a legöregebb autóbuszpark. Ez a 18 éves átlagéletkort, ezt érdemes összehasonlítani az európai átlaggal, ami 7 év. Tehát egészen elképesztő állapotokat örököltünk meg. Amikor a BKK létrejött és ezt a feladatot megkaptuk, akkor a városvezetéssel közösen azonnal elkezdtünk tüzetoltani és használt buszokat forgalomba állítani. Idén száznál több használt alacsony padlós forgalom, ami sokkal jobb állapotú, mint a régi ékarusz, de ezeknek korlátos a piaca, annyi van, amennyit meg lehet venni nyugat-európai városokból, ebből nincsen ezer darab vagy 500 darab a piacon. És egyből elindítottuk az új buszok forgalomba egy célzó tendert, de azt látni kell, hogy ahhoz, hogy ezt a lemaradást behozzuk, még ez a 150 busz sem elég, hiszen jelenleg Köz, körülbelül ezer olyan autóbusza van a BKV-nak, ami életkorát tekintve már jócskán túllépett a megengedett élettartamán és cserére szorul. Ha a közgyűlés 15-én úgy dönt, hogy eredményes a tender, akkor ezt a szerződést kinek kell aláírnia? Magyarán kivállalja a felelősséget azért, hogy legyen a hosszú évekre előre finanszírozása, hiszen még nincs költségvetés jövőre. A szerződést a BKK-nak kell ebben az esetben aláírnia, a, egész pontosan nekem az igazgatóság, az, a, a, a döntéshozó testület, tehát a BKK öttagú igazgatóság az, aki a kötelezettséget kell, hogy vállalja. Még egyszer szeretném mondani, hogy a költségvetésben mennyi pénz van, az nyilván az egész tömegközlekedés fenntartása szempontjából nagyon fontos, hiszen csak jegybevételekből nem tudjuk fenntartani a budapesti tömegközlekedést. Tehát a BKK ilyen éven túli kötelezettségvállalást, mint amilyen egy ilyen busztender is, csak addig vállalhat, ameddig a saját jegybevételei szólnak, épp azért, hogy ne determinálja a fővárosi költségvetést. Tehát magyarul, ha mi vállunk is ilyen kötelezettséget, és az közgyűlés is ezt támogatja, akkor ez azt jelenti, hogy ezt mi a saját jegybevételeink terhére tesszük, és ezt megengedi a szerződésünk is, meg egyébként egy gazdasági társasági, vagy gazdasági társaság racionális működése is ugye az, hogy hát a saját bevételei terhére, a saját működésére, arra, hogy a feladatait ellássa vállalt kötelezettséget. Itt ez egy speciális helyzet, hogy a budapesti tömegközlekedés, mint sok egyébként sok, mindegyik nagyvárosé, nem tudja pusztán az, az, utasoktól származó bevételekből fenntartani magát, és nyilván az állami támogatásokat az pedig nem lehet előre elkölteni, mert az bár minden évben van és volt, és bizonyára lesz is, de hogy pontosan mennyi, azt nem lehet mindig előre tudni. Most ebben a pillanatban az eset összes körülményeit nézve ön, mint leendő aláíró, látja a finanszírozás feltételeit? Mert mint a van azzal érvelne, hogy ez számára nem biztos. Ezért két dolog nagyon könnyen összemosódnak. Az való igaz, hogy a, a tömegközlekedésnek nemhogy a hosszú távú finanszírozása, még a jövőbeli finanszírozása sem e, teljesen tiszta. Ebben folynak a tárgyalások a kormány és a főváros között, ahogy én ezt most látom, ez egy minden évben visszatérő megállapodást igényel. Ugye 2013-ra Dugódi jelentett volna egy forrást, ami ugye nem lesz bevezetve, ennek a bevételeit pótolni kell, ebben folynak a tárgyalások, de az való igaz, hogy tekintve, hogy nincs még elfogadott költségvetési törvény. A főváros se pontosan saját magának mennyi pénze lesz még, hiszen még az, is az önkormányzatok finanszírozása sem végleges még. Éppen ezért azt, hogy a tömegközlekedésre pontosan mennyi pénz jut jövőre, nem lehet megmondani. Nyilván nagyon sok determináció van, tehát nem teljesen hogy nem szabadon paraméterezhető ez. Hát például a négyes metró beüzemelése önmagába fog, hogy elindul a beüzemelési folyamat, elindul a dolgozók oktatása, föl kell őket venni, több mint 300 embert fogunk jövőre fölvenni a négyes metró üzemeltetéséhez. Ez jelentős többletköltségeket hoz. Ugyanakkor az, hogy jövőre lesz tömegközlekedés, magyarul lesznek egy árbevételek. Azért arra számolhatunk, nem csak jövőre, hanem a többi évre is. Tehát éppen ezért azt mondom, hogy arra, hogy 150 buszra szükség lesz Budapesten, abban én biztos vagyok, az a buszpark 10%-a, és éppen ezért, hogy lesz fedezet arra, hogy a 150 busz közlekedjen, és a egybevételek fedezetet adnak, ez biztos. Ez is a jogi háttérenél nyilván sokkal tizenáltabban hogy a tömegközlekedés egészére hogyan és mikor tudja a fedezetet ö, biztosítani a főváros, egy nagyon nehéz orra, mi is minden segítséget megadunk ennek az alátámasztásában, de itt még van feladat bőven előttünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Már csak mondom azért is, mert nem csak arról van szó, hogy a változatlan szinten fönn kell tartani a tömegközlekedést, hanem többek között emiatt a busz fejlesztés miatt, új buszok miatt van valamennyi többletköltség, ami elkerülhetetlen, mert a régi karuszok változatlan formában nem tudnak tovább menni, de van többletköltség. Vagy például egy másikat mondjuk a négyes metró miatt is van többletköltség, vagy amiatt is van, hogy a hármas metron ugye e, jeleztük már májusban, hogy a, a, a sin hibák miatt jövőre 30, több mint 30 km sincserét kell elvégeznünk. Tehát vannak olyan determinációk, amik mindenképpen e, hatnak a főváros és az, a, a főváros költségvetésére, de ezek nyilván a tömegközlekedés üzeméből fakadnak, és abból, hogy a tömegközlekedés finanszírozásában valóban vannak még megoldatlan e, pontok. Ennek ellenére a jelenlegi állapotban aláírandónak aláír tartana egy ilyen szerződést a tender győztesével. Ezt jelen, tehát pil... bízik abban annyira, jelen, hogy jelen pillanatban a... működni fog. Igen, és azt gondolom, hogy elkerülhetetlenül szükséges az, hogy új buszokat forgalomba állítsunk műszakilag, mind az üzembiztonság miatt, mind a környezetszennyezés miatt, a jogi helyzet úgy fest, hogy a BKK igazgatósága úgy döntött, hogy amennyiben a fővárosi közgyűlés nem tiltja meg azt, hogy szerződést kössünk hétfőn, akkor én köteles vagyok, uh -huh. nem attól függ, hogy én nekem kedvem van is, én köteles vagyok megkötni a, a szerződést, hiszen erről, erről, az igazgatóság ilyen tartalmú döntést hozott. Uh -huh. De egy kifejezett Itt... tiltás kell ahhoz, hogy önnek össze meg a szerződést, ha jól értem. Hát jogilag ez a helyzet nyilván az alapító döntéséhez e, a PKK tartja magát, és mondom, nem szeretném ezt oda kiélezni, hogy e, most nyilván mondanak itt sokan sokfélét, e, a sajtó most ezt a próbálja valamilyen nagy konfliktussal színezni ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenki szeretne benne a lehető legnagyobb óvatossággal lejárni. Van egy bizonytalanság a tömegközlekedés finanszírozásában a jövőre nézve, ami kétségtelen, ugyanakkor emiatt nem kockáztathatjuk azt, hogy leáll a rendszer, és nem, nem szabad azt mondani, hogy még addig se vállalunk kötelezettséget, ameddig egyébként biztos bevételeink vannak, és amire egyébként kötelezettségünk is van, hogy föntartsuk a rendszert. Egy nagyon nehéz dilema ez, és nyilván ennek különböző megvilágításai vannak, de azt gondolom, hogy azok, akik a döntéshozó pozícióban vannak, és a városvezetik ezt pontosan látják, és én abban bízom, hogy a közgyűlés fog mérlegelve ezt a helyzetet, hogy olyan döntést fog hozni, ami a járműpark megújításához hozzásegít Ha megújul a járműpark, akkor ezeket hogy osztják el, milyen területen fognak az emberek örülni, és milyen területeken találkoznak még régi buszokkal magyarán, ez mire lesz elég? Ugye ez a buszparknak kicsit több mint 10%-a, tehát azt nem ígérem meg, hogy minden buszvonalra jut a vadonatú járművekből. Ugye ezek teljesen alacsony padlós, légkondicionált, a legkorszerűbb buszok. Kaptunk olyan vádat tegnap az egyik ellenzéki frakciótól, frakcióvezetőtől, hogy ezek luxusbuszok, ez nem igaz, tehát az Európa egyik legelterjedtebb buszcsaládja, amivel pályázott a nyertesnek tűnő, vagy hát a legjobb ajánlatot adó szolgáltató, de, de ezek nagyon korszerű járművek lesznek, hogyha ezek forgalomba állnak ugyanúgy, mint a jelenlegi alacsony buszokat, keverve fogjuk a régiekkel üzemeltetni, azért, hogy az akadálymentességet minél több vonalon tudjuk biztosítani, és a nehezebben mozgó, esetleg mozgásában korlátozott utasok minden vonalon most már hozzáférjenek a szolgáltatáshoz. Alapvetően északpesten, keletpesten Kelet-Pesten és, 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 a belvárosban, például, hogy egy példát mondjuk az új palotáról induló 173-as express, vagy a 7-es busz vonalán fognak közlekedni ez a ezek a, járművek. a az Ez akkor valamennyire igazodnak? Tehát ahol a legtöbben mennek, ott bedobják ezeket. Nyilván a a, ezeket az új járműveket, mivel alacsony padlósak, tehát gyorsabb az utas és olyan vonalakra fogjuk tenni, ahol azért nagyobb az utasforgalom, de azok között nem az fog történni, hogy most akkor a belvárosba egy vonalra rátesszük az összeset, hanem szétosztva az előbb elmondott területeken igyekszünk úgy alakítani, hogy mindenhova jusson. Jó, ez a 10%. -a. a maradék 90% cseréje az mikor kezdődik? A maradék 90 százalék ugye úgy fest, hogy abban azért van körülbelül 10 még, amit magánszolgáltató lát el. 80 százalék-nál tartunk. Igen, van 10 ami Ugyan, amit ugyan már mondjuk Frankfurtban valószínűleg lassan föltennének egy használt busz a sportára, de nálunk még a legfiatalabb buszoknak tűnnek. Ezek az utolsó beszerzett buszok, a, 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 a vol, csuklós volvok. Ugye, itt emlékezünk egy pillanatra, 2006 óta nem érkezett új alacsony padlós busz Budapestre. Ez hat éve van. Miközben évente kellene 150-et venni ahhoz, hogy tíz évesen felejtezni lehessen mondjuk a buszokat, mint ahogy ezt teszik e, a lajtán túl. E, tehát egy elég komoly lemaradásban vagyunk. Emellett van egy 70% ami, ami cserére szorul, illetve vannak köztük használt buszok, amik hát mire az egésznek a végére érünk, azok is olyan öregek lesznek, hogy azokat is majd le kell cserélni. Tehát folytatni kell ezt a, a munkát én a következő, tehát ha ez a tender végigmegy, akkor utána én azt gondolom, hogy bár nyilván ez egy következő politikai döntés, nem szeretném megelőlegezni vagy determinálni, de az alapján a döntés alapján, amit a fővárosi közgyűlés korábban hozott, legfeljebb kétharmadát a buszoknak magánszolgáltatók fogják ellátni a jövőben, tehát akkor újabb tenderek fognak következni. Mi szakmai szempontból következőnek a midibuszok cserét tartjuk szükségesnek, amik a várba járnak, ez körülbelül 30 darab busz. Ennek, ezeknek a tenderesztetését kezdenénk meg következőnek, ennek már el is indult a közbeszerzési folyamata, illetve jövőre is fognak jönni használt buszok, ha lesznek a piacon, ezt nem tudjuk, hogy lesznek-e, de valószínűleg lesznek, minden évben valamelyik nyugat-európai város azért piacra dob ilyen 6-7-8 éves jó állapotú buszokat, és akkor, ha erre lesz módunk, akkor, akkor ezeket szeretnénk továbbra is megvenni. És azért így el lehet oda jutni 2014-ig, hogy részben használt buszokkal, részben új buszokkal, de legalább a flotta Fele az alacsonypadlós busz legyen jelenleg. Ebben nagyon rosszul állunk, mondjuk Jubianában több mint 80%, Varsóban 75%, Nyugat-Európa nagyvárosaiban Bécs-től Párizsig 100% az alacsonypadlós padlós buszok aránya, ez nálunk jelenleg 28%. Uh -huh. Tehát van bőven, mit, mit behozni. Troli busz. A fejlesztés mikor kezdődik? A kötött pályás fejlesztések azok teljesen más lapra tartoznak. Itt a busznál azért vannak nehézségeink, mert azokból az uniós forrásokból, amiket Budapest jelenleg el tud érni, ezek a kohéziós alapforrások, hogy nem tudunk buszt finanszírozni. Az új szétségi terv közlekedés operatív programjából azonban között pályás fejlesztéseket lehet. Itt van egy járműfejlesztési projektünk, ami, amit az NFI már elbírát jelenleg a végső utolsó körös jóváhagyásra vár a kormánybizottság részéről. Ez mintegy 25 darab trollybusz és 43 darab villamos beszerzését jelenteni. Ez mennyi az az összes ezt a trollibusz ágazatban ez körülbelül az egyhatoda, oda, a villamos ágazatban ez ennél kevesebb, ott 10% alatt van. Üm, ugye a villamosoknál elsődlegesen itt az egyes és a hármas vonalakra kerülnének ezek az új villamosok, a még Budán a budai fonódó vonalaira, tehát alapvetően azokra a vonalakra, ahol infrastruktúrafejlesztés is csinálunk, megemeljük a peronokat, eleve fejlesztjük a, a, a pályát is hiszen rossz pályára nem lehet azért, vagy a legrosszabb pályákra biztosan nem lehet az új villamosokat engedni, míg a trollibuszokat azokat szétosztanánk. A trollinál a helyzet az úgy fest, hogy körülbelül 80 darab troli van, amit a következő években le kell cserélni. Most mi ezt a tendert úgy is írnánk ki terveink szerint, hogy opciókkal le tudjuk fedni ezt az egész hiányt, és ha lesz még uniós forrás, akár felszabadul a mostani időszakban, akár lesz a következő, ciklus, következő 7 éves uniós ciklusban forrás, akkor abból le tudjuk kötni, és a villamosokban is az a tervünk, hogy ha egyetértezzel majd az NF és a kormány, akkor opciós tendereket írjunk ki, hogyha bármikor még felszabadul uniós forrás, akkor azt ne visszaadjuk Brüsszelnek, hanem föl tudjuk használni gyorsan alacsonypadlós járművek beszerzésére. A villamosoknál is bőven van mit tenni, ugye hát 30 éves korukon jócskán túljáró villamosok tömegével több mint száz darab jár még a városban. A villamosban és tróli közlekedésben új pályák nyitásán nem gondolkodnak? De itt ugye egyrészt vannak olyan futóberuházásaink, amelyeket, amelyek indítás előtt vannak. Az egyes villamos átvezetése Budára, a Ránkóci hídon át ilyen. Ennek a kivitelezési közbeszerzése épp mostanában fog megjelenni. Itt jövőre elindul a kivitelezés. Először az egyes villamosnak a meglévő szakaszát újítjuk föl Óbudától egészen a Puskás Ferenc stadionig. Ez egy teljes pályacsere, az áramellátás teljes cseréje, a sebességkorlátozások megszüntetése és ezt követi majd a Rákóczi hídon való átvezetés, illetve ezzel egyidejűleg az egyel kintebbi körgyűrű, az őrsvezér terén áthaladó hármas villamos útvonala is megújulott, és a lassú élek megszűnnek, lesznek füves új peronok lefedve, hogy ne állzanak el az emberek, mikor a villamosra várnak, utas tájékoztatás, ami kijelzi, hogy mikor jön a következő villamos, és nyilván megszűnnek a sebességkorlátozások. És ezekhez kapcsolódóan szeretnénk új villamosokat is beszerezni. Budán ugye a villamosvonalak összekötés, ez egy régi ügy, itt uh, igyekszünk a második kerület által megfogalmazott összes műszaki agályra megnyugtató választ találni, és ugye összekötöttük ezt a projektet most már a Szélkámentér átépítésével, teljes fejlesztésével is. Itt uh, most egy építészeti tervpályázat folyik, az építészektől most várjuk a terveket a, arra, hogy a szélkálmántér hogyan nézzen ki. Ha ezek meg lesznek, utána rövidesen meglesznek az építési engedélyek, és a villamos, illetve a térfelújítása egyből követi ezt és ezen felül pedig vannak olyan projektjeink, amik még előkészítési szakaszban vannak, tehát tervezés alatt vannak. Ezek között számos villamos fejlesztés van. Ilyen például a külső úti villamos, amelynek folyik a tervezése, ilyen a 42-es villamos meghosszabbítása, ha van a hogy a legnagyobb délpesti lakótelepet bekössük a kötött pályás hálózatba, és ilyen lehet a belvárosi villamos újjáélesztése is, például a bajcsi úton. Ezek, ugye az is az eredménye hogy a es villamos a lehet végre elérni a nagy Körutat a nyugati pályaudvarvonalát. Ezek nagyon fontos fejlesztések lehetnek. Mi azon vagyunk, hogy azt a hibát ne kövessük el, amit 2007-ben elkövettek, amikor nem volt elegendő előkészített beruházás, és évekig nem tudta az ország lehívni az uniós pénzeket, és Budapest sem, mert nem voltak előkészített projektek. A, a BKK természetesen a főváros támogatásával, és, és a döntései nyomán jelenleg négy nagy és néhány kisebb előkészítési projekten dolgozik, amik a következő hét év, tehát 2014 és 20 között, ami az Európai Unió következő 7 éves költségvetési ciklusa, annak a nagy fejlesztéseiről szól, és ezeknek most elkezdtük a tervezését, hogy 2014-ben ne, ne, meglepődjünk, és azt mondjuk, hogy hát van egy csomó uniós pénznek, nekünk még vannak jó ötleteink, mert ötletekkel semmire nem megyünk, társ hanem tervek kell. kellenek. Tehát magyar pénz is kellene bele, hogy ezt meg lehessen csinálni, vagy teljes egészében meg lehet uniós forrás? Az előkészítés 100%-ban uniós forrásokból finanszírozunk, az új terv forrásai segítségével, a, a megvalósításhoz kellően rész, hogy hogy lesz, mik lesznek a szabályok 2014 után, én azt nem tudom pontosan, de um, valószínűleg hasonlóak a mostanihoz, vagy ezt várjuk, ezek a várakozások, erről még folynak most a tárgyalások. Jelenleg például az 1-3-as villamos fejlesztésénél 93% a támogatás, és a városnak pusztán 7%-ot kell önrészként beletennie. Tehát ezek azért olyan fejlesztések, hogyha ilyen arányban tudnánk folytatni, akkor erre azért, ennek az önrészére kell, hogy találjunk hazai pénzt, Ilyen a járműfejlesztés is. Tehát ezt a, ezeket a trolikat villamosokat szintén hasonló 90% fölötti támogatási szinten szeretnénk megvásárolni a, a, a budapestieknek. A Trollikra mindjárt visszatérünk. Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, az aréna vendége.